számos területen érezteti hatását a március 28-án elrendelt országos kijárási korlátozás. Nem kivételez alól a vadgazdálkodás ágazat sem. Nem is annyira az a problémánk, hogy nem tudunk kijárni, hiszen kaptunk olyan állásfoglalást a minisztérium részéről, hogy a vadászat, bérvadászat, a vadászat tevékenysége az mentesül ez a kijárási korlátozás alól, tehát folytathatjuk. Már csak azért is, hiszen a vadkár ugyanúgy megkeletkezik attól, hogy mi nem járunk ki, tehát elemi érdekünk, hogy védekezzünk ellene. Sokkal jobb probléma az, hogy azok a külföldi vadászok, akik a megyei vadásztársaságok bevételének nagy részét, sőt van, ahol döntő részét, akár 90%-át a bevételnek is hozzák az őkbak vadászat során, április 15-től, azok egészen biztos, hogy hónapokig távol fognak maradni, hiszen ők az országot sem hagyhatják el, illetve hozzánk sem jöhetnek be. Fazekas Gergely hozzátettem, ez fog inkább gondot okozni Szabolcsban, illetve azokban a megyékben, ahol az őszgazdálkodásra helyezték a hangsúlyt. Az őszbakvadászatból származó bevétel azért létkérdés a vadászatra jogosultak számára, mert kötelezve vannak hivatásos vadász alkalmazására, aki a szakmai munkáért felel és koordinálja a vadgazdálkodást. Számára munkabért munkaruhát kell fizetni, mindezek éves költsége 4-4,5 millió forint. Két hivatásos vadász esetén ez már alsó hangon 9 millió forint. A megyei vadászkamara titkárának elmondása szerint tagdíjból ezt nem lehet összeadni, ezért fontos, hogy az értékesített vadból is származzon bevételük. Ezek az összegek azonban így most kiesnek. A bérvadászat szünetelése ráadásul az állomány szabályozását is megnehezíti. Itt nekünk az őszbak tekintetében momentán jelenleg gond lesz, kimondhatjuk, hiszen a bérvadászok nem fognak jönni, nem lesz bevétel, illetve kevésbé lesz bevétel, mint eddig. De mivel az őszbak szezon szeptember 30-áig tart, igazából még ez helyre billenhet az év többi részében. Annyival nehezebb a helyzet, hogy ilyenkor a legkisebb a takarás, tehát ilyenkor még nem nő fel a vetések, nem zöldül ki a határ, nem zár annyira a növényzet, hogy rejtse az őzet, tehát lényegesen könnyebb a vadászata, mint mondjuk egy augusztusi időszakban, de hát ezt augusztust is, vagy júliust is meg tudják oldani a hivatásos vadászok, ez a szakmájuk, tehát ha kicsit több munkával is, de éppen helyre billenthető az állománynak a mérlege. Bár a bérvadászat most leállt, a társaságok ugyanúgy járhatnak ki vadászni. Az évezen szakaszában főleg rókára, dolmányos varjúra, szarkára szoktak, valamint vaddisznóra, amely a legnagyobb kárt okozza a vetésekben. A vadkár elhárítás tehát legalább nem szenved csorbát, ezt jellemzően eddig is a hazai vadászok végezték, akik most is tudják folytatni ezt a tevékenységet.